Elég csinos lánynak számítottam. Sokan mondták, hogy okos is vagyok. Hogy lehetne belőlem valami. A telep színén laktunk, 9-en éltünk együtt. Apám hol dolgozott, hol nem. Anyám, így mondom már apám második feleségét, mert próbált is anyám lenni, neki csak alkalmi munkái voltak. Aztán apám egyszer elvitt nagynénémhez. Ez eleinte jó is volt, de elég hamar elkezdte mondogatni, hogy németbe jó kis fizetős munkát tud nekem. Nekem is jól jön. Meg a családnak is. Kell a pénz. A világkatonát! Ne adunk! Ha nem szakítunk, szakít a pénz! A világkatonát! Ne adunk! Ha nem szakítunk, szakít a pénz! A világkatonát! Ne adunk! Ha nem szakítunk, szakít a pénz! Autó jött értem. Olyat abban az utcában nem láttak addig. Szilsza el szajma szán, merre jár a pár? Tenger szélén, hegyek élén, maga a sziklák meredén. Hol jövünk a messzi vágyon, tűzhegyáró felülszálló, tengerecki pár. Hol a bajkál, hol a dajkál, kis fejlovánok poroszkál, hol porzik a nagy zuhatag, a rajszita kötőtita, megfújja fény trombitáját. Ez igen. De jó nézek ki. Látjátok ezt? Mi csodálcsak? Ne félj tőle, nem foglak én bántani. Gyere ide. Na. Gyere ide. Nem. Gyere ide. Nem. Thank you.
mentem, a nevelő anyám sírt, meg sírtak a kicsik is, de senki nem marasztalt. Nem mondták, hogy otthon maradhatok. És mit pakolsálja bőröngyébe? Az útlevelét. Az útlevelét. Az útlevelét. Az útlevelét. Az útlevelét. Az útlevelét. A telefonját. A telefonját. A telefonját. A telefonját. A telefonját. A telefonját. A melltartóját. A melltartóját. A melltartóját. A melltartóját. A melltartóját. A melltartóját. A maciát. A maciát. A maciát. A maciát. A maciát. A maciát. A szívét. A szívét. A szívét. A szívét. A szívét. A szívét. A lelkét. A lelkét. A lelkét. A lelkét. A lelkét. A lelkét. A testét. A testét. A testét. A testét. A testét. A testét. Itt van már. Tessék hát, fogd magadnak egy békát! Gulya-gulya-brekeke, kell-e béka pecsenye? 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 Aki vesz, annak lesz! Aki nem vesz, éhes lesz! Gulya-gulya-brekeke, kell-e béka pecsenye? Németországban Krisztiánhoz kerültem. Neki dolgoztam, és azt hittem, egy kicsit szeret is. Rengeteget voltam a placon, és mindent láttam, mindent megértem. Hogy jól bírjam, már az elején kaptam anyagot is. Ez jó volt. Csak egyre több kellett. Én elmentem a vásárba fél pénzen. Csúkot vettem a vásárba fél pénzen. Csúkon mondja, kár kicsom, édes csúkom, mi is van egy fél pincem? Disznom mondja, ref, ref, ref. Kár kicsom, édes csúkom, mi is van egy fél pincem? Amikor kamaszoktam, a nevelőapám már rajtam akart a kedvét tölteni. Tekintélyes embernek számított. Senki el nem hitte volna róla az ilyet. De hát egy lány csak egy másik emberhez menekülhet. Nem igaz? Így jött az uram. És azt mondta. Szeretlek, és majd vigyázzak rá. Tanulj, hogy legyen belőled is valami. Hát a szóba se jött. Jöttek sorba a gyerekek. Az uram rokonai a nyakára jártak, meg az én rokonaim is. Ittak, drogoztak. Hoztak az uramnak is. Az uram már nem dolgozott. Nem volt mit ennünk. Kétes ügyekbe keveredett. Szóval nincs meg a pénz. Kérdés. Mi az, ami még holtában is percenként 4-5-5 fordul? Én esküszöm, megadom. Rossz válasz! Grill csirke. Kérdés. Minden kérdés végén ott vagyok. A kampón végére pontot rakok. Mi lehetek? Kérem. Válaszolj! Kérdőjel. A jó édes anyád, gyereke! Neked nem testvéred. Ki az? Na, ki az? Nincs rajtom. Nincs hova belépned hozzám, barátom. Sem ablakon, melyen át kilátsz. Életem maga a megnyitott tér. Balak nélküli sorsom szobáján akárkin megvetőn közönnyel kopogtatás nélkül jár el. Számukra mit sem jelent, tudom. Fájdalma, önérzetem, dacom. Egyszerűen volt csak. A megtartó felejtés. De kell legyen valahol menek. Katalika szájjel, jönnek a törőkök, sós kurva tesznek